Szia, Marci! Mit hoztál? Hoztam neked egy babérfát. Nem mondod. Nézted a műsor? Igen, néztem, hogy itt babér... Fát is gondoltam, hogy most már lesz. Aj, de gyönyörű a tetejébe. És nézd, mi van a tövében. És egy eper tele terméssel. Igen. Gyönyörű. Utaztál, mennyi, 5 óra? 5 óra. Egy kis energia utánpótlás. Nagyon jó lesz, nagyon jól néz ki. Ismered ezt a 100 kalácsot? Ezt így nem hallottam még. Hasonló van felénk szerintem a Tóth kalács. Az illata csodás. Nagyon finom. Finom kalács. Nagyon különleges. Hát olyan gyönyörű, hogy... Nagyon finom. Olyan szép ezzel a zöldel. Nagyon ugye? Szép, gyönyörű a rétegek. Milyen kalács lesz, amiben csokoládé van, málna van? Ez egy habcsókos kalács. Maga a tészta is különleges, annyiból, hogy tejszínnel készül, és akkor nem kerül már bele plusz zsiradék. Egészen különlegesen könnyű lesz a tésztája, könnyű vele bánni, és egy picit megbolondítjuk a citromhéjjal, és amikor megkelt a tésztánk, akkor kinyújtjuk, és a tojásfehérjét nem rakjuk bele, hanem azt fölverjük egy kis cukorral, rásimítjuk majd a tésztára, megszórjuk málnával, fölvárjuk ezt a... Kész vagyok. Ez egy hedonista kalács. Még a csokit is rászórjuk. Figyelj, szerintem a név kötelez, nem? Az, hogy hát. Marci. Azt hozza maga után, hogy az ember nagyon szeret enni. És ez nagyon jó. Ugye? Ez nagyon. És ha nagyon szeretsz enni, akkor foglalkozol azzal, hogy minél több jót csinálj. Hát az biztos, hogy bármit, ami kelt, abban te vagy az országban az első számú, úgyhogy nem véletlen aranyos vagy. Vagy nem vagy, ez sajnos tény. Hát én azt hiszem mindig, hogy nagyon jó vagyok kelt tésztákból, de hát sehol nem vagyok hozzád. Úgyhogy most te jössz. Finom lisztet használunk. Mennyi lisztből készít? Ez fél kiló. Fél kiló. Ehhez teszünk egy kis cukrot. 3 evőkanál elég, mert a tojáshabba is kerül, tehát nem kell túlzásba esnünk. Meg kéne melegíteni, vagy langyosítani egészen pontosan a tejet, meg a tejszínt. Ez 2 deciliter tejszín, hab tejszín, tehát főzőtejszín nem használunk. Igen, hát ezt mindig mondom, nincs olyan, hogy főzőtejszín. Hozzáöntünk 1 deci tejet. Jó, és akkor eszünk egy kis citromhéjat. Ez langyos. Már megmostuk, ez egy kezeletlen citrom, ugye? Hát igen. Beleteltem az élesztőt? Igen. Mielőtt elkezdjük dagasztani, akkor én kötényt húzok. Jó, addig elkeverem az élesztőt ebben a tejszínes tejben, jó? Eszünk még már a pici sót, 2 tojást választunk szét. És akkor a sárgája. Csak a sárgája megy, 2. És akkor ebből lesz a hab. Így van. Azt majd ráírunk akkor, mikor már majdnem meg kellett a tésztánk fölverni. Abba is teszünk egy pici cukrot, meg egy csipet sót. Nagyon várom ezt a tejszínes kalácsot. Na, és amikor összeszedjük jól a tésztát, akkor kitesszük a deszkára. És én ott szoktam jól megdolgozni. És mennyire lágyra csinálod ezt a kalács tésztát? Nem kell annyira lágyra, mert formázni fogjuk. Egyrészt, másrészt a tojás fehérje ugye majd belesül. És akkor az, igen, onnan még kap egy kis nedvességet. És attól egy nagyon könnyű lesz. Neked is ez az alkotásról szól, ugye, Marci? Abszolút. Abszolút, hogy kézzel fogható alkotás. Így van, te csináltad a te örömöd. Igen. Ezt most kitesszük, és akkor szépen... És dagasztasz egyet. Jön a kétkezes. Hát igen, mert te két kézzel dagasztasz. Én nagyon... Ezt föl lehet venni egy tök jó ritmust. Erre kell a zene! Egy kis zene! Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Nézzük már, mennyire más a tésztállaga? Nagyon jó. Jó a ritmus. Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én. Még ezeket a ráncokat eltüntetjük. Jó. Jó.
Most már ilyenkor nagyon jó a tészta, úgyhogy most már szépen gömbölítjük. Gyönyörű! Nézd, tele van holyaga. Jaj, te szép lettél! Hogy lehet ennyire síma egy tészta, ugye? Olyan, mint a sejem cukorta pizza. Tényleg, igen. Gyönyörű sejem fénye. Nagyon szeretem. Mehet kelni, ugye? Mehet kelni. 45-50 perc szobahőm letakart edénybe. Mindjárt meg kell a tésztánk, úgyhogy verhetjük a habot. Jó. A habhoz mennyi cukrot adunk? Egy három evőkanál, ahhoz is az elég. Az elején teszed bele, vagy közben? Nyugodtan beleteheted az elején. Elején. Meg egy csipet só mehet még bele. Jó, rendben. Annyi, hogy lényeg, hogy ne legyen az a beton kemény, csak olyan jó tejfölsűrűség. Jó. Azért kész? Ezzel a sebességgel. Pillantokat meg volt. Gyönyörű. És még sötétedett, igen. Ugye? Akkor nyújtunk. Olyan 3-4 milli vastag szép téglalapot kell nekünk. Nagyon szép. Hogyha még nagyon visszaugrik a tészta, egyrészt igen. Így lehet fordítgatni, másrészt akkor hagyni kell 1-2 percet. Uh-huh. Mert az azt jelenti, hogy akkor még egy kicsit keletlen volt. Ennyire jó is, nem kell nagyon vékonyra nyújtanunk a tészta. Erre fogjuk rákenni a tojáshabot. Nagyon komoly művészet. Olyan szépen, ez a gyönyörű, fényes hát nem, tojáshab. Hát, ilyet muszáj otthon készíteni mindenkinek ilyen süteményeket, kalácsokat, mert hát milyen, mennyi élvezetet ad azon kívül, amit majd amikor megesz. Közben. Hát milyen gyönyörűség. Gyönyörű. Jó, és akkor erre szépen egyenletesen rászórjuk a csokit és a málnát. Nincs annyi csoki, amit nem lehet rászórni. Szerintem mi lélektestvérek vagyunk. Jó, és akkor megcsináljuk a papírt. Először vágunk bele egy olyan széles csíkot, amilyen az edény alja. Föltekerjük a tésztát. És akkor a végét így visszafele szoktam hajlítani. Jól becsomagolom. Becsomagoljuk, így van. Na és akkor most földaraboljuk. Hat részre vágjuk. Ez egy nagy kenyérforma. Azt a mindenit degusztam már most. Na, és akkor most ezeket szépen egymás mellé beleállítjuk. Ja, állítva! Állítva tesszük. Ez valami nemzetnek a specialitás, vagy a sajátod? Nem, ezt én találtam. Te mi? Igen. Ez óriási. Ezt amit kiszökött, bekapom. Ezt most egy kicsit újra keresztjük, körülbelül egy fél órát, és akkor olyan 170 fokos sütőbe fogjuk szintén egy olyan, hát inkább azt mondom, hogy 40 perc alatt átsütni. Át kell sütni. Ugye ez nedves az nedves a belseje, így van. Távolodjunk fel. Ez a mál, csak kis málna illat, ez a látvány, és most jöttem rá, hogy ezt miért így rakod. Igen. Ezzel? Hát ugye? Ennyi. Atya ég, hát hogy lehet valamilyen szép? Még meleg, hát úgyhogy igen. Nem fogjuk szépen tudni szeletelni, de hát nem bírjuk megvárni, hogy kihűljön. Hát hogy? De egyéb... Melegen a legjobb. Igen. Nem? A legbűnösebb. Igen.
Jézus, Úristen. Gyönyörű, és hát olyan finom, ahogy kinéz. Jó, hát ezt nem lehet fokozni. Málna, csoki, habcsok, minden. És azért a tetején meg az ropog. És milyen lett a tészta ettől? Mondtam, hogy teljesen, hogy beszívja a tojássabot, annyira lágy, és azért nem is dagasztottuk túl lágyra, mert teljesen belágyult. Foszlós lett. Gyönyörűség, nagyon köszönöm, hát hogy eljöttél. Hát én köszönöm szépen. Köszönöm. Örök, nagyon szeretlek. Én is téged. Nagyon.